Üdv mindenkinek, sziasztok! Zazek vagyok. Az előző részben a kompozásról, illetve annak az élményéről beszéltem, arról volt szó. Ebben a részben pedig arról szeretnék nektek beszélni, hogy azt szeretném elmesélni, hogy milyen élmény volt, illetve mik történtek velük, amikor megérkeztünk első alkalommal Angliába. Furcsa élmény volt a másik oldalon közlekedni. Amikor Dunkirk, vagyis Doverbe érkezik a hajó, amikor Doverbe megérkezünk, akkor ugye miután levezetnek minket a hajóról, vagy a kompról, utána ugyanúgy Franciaországban ilyen különböző bójákkal, meg kerítésekkel ugye az embert terelgetik, hogy merre kell menni, illetve rengeteg helyen ki van írva, hogy keep left, tehát hogy balra kell tartani, hogy itt majd bal oldalon kell közlekedni. Ezek a bóják, meg ezek a kerítések mutatják, és így próbálnak tanítani ez alatt a nem tudom, pár száz méter alatt, vagy egy-két kilométer alatt, hogy te tartsál bal oldalt. Na most, amit tudni kell, Anglia az a körforgalmak hazája. Tehát itt annyi körforgalom van, hogy a körforgalomból csináltak egy körforgalmat. Tehát rengeteg. Aláírom, ez egy nagyon jó megoldás egy kereszteződésre, aránylag a folyékony közlekedés miatt, viszont nagyon sok ember nem tudja ezt rendesen kezelni. Meg ráadásul, amikor az ember ugye megérkezik először európaiként, és akkor nem jobbra kell bemenni a körforgalomban, hanem balra, és akkor úgy kell megkerülni, és ráadásul most már azóta tudom, ez normális, de például jövök a körforgalom fele, és mondjuk el akarok menni jobbra, akkor nem azt csinálom, mint mondjuk Európában vagy valahol, hogy bemegy a körforgalom, és mielőtt kimegyek, elkezdek indexelni, hanem meg a körforgalom fele, én el akarok menni majd jobbra, tehát bemegy a körforgalomba balra, de már a körforgalom előtt elkezdek jobbra indexelni. Tehát ilyen furcsa, nekem mondom, ez hova indexel jobbra, amikor majd balra kell bemenni a körforgalomba neki. És akkor hát az angolok így közlekednek, ehhez vannak hozzászokva, mert ugye Európában, amikor megérkezünk egy körforgalomhoz, akkor ugye ha balra akarok menni majd a körforgalomba, ugye mondjuk a harmadik kijáraton, akkor én nem kezdek el balra indexelni a körforgalom előtt, hanem bemegy a körforgalomba, jobbra ugye, megyek egy kört, és a kijárat előtt elkezdek jobbra indexelni, ugye most kijövök a körforgalomból. Nem, itt az angolok már a körforgalom előtt elkezdik jelezni, hogy ők merre fognak majd menni. Azt, hogy menet közben meggondolja magát, és mégis egyenesen megy, vagy másfele, akkor azt így jártál, miért nem figyelsz, hogy mit csinál, mit szerencsétlenkedik. Na lényeg, hogy ugye Doverbe megérkezünk, lejövünk, ott próbálok nagyon figyelni, mert hiába a több évtizedes rutin, azért a másik oldalon menni, úgyhogy közben tök sötét van, ugye mert este érkeztünk meg olyan angol idő szerint olyan 7 óra magasságába, fél 8 magasságába, tehát télen, akkor már teljesen sötét van. Ugye akik lejönnek a kompró, rengeteg ember már rutinból megy, nem csak rutinból közlekedik, mert angol, hanem rutinból közlekedik már Doveren belül is, tehát tudja, hogy merre kell majd elkanyarodni, meg egyáltalán a GPS kellett nézni, hogy merre kell menjünk, hova induljunk, közben a másik oldalon kell közlekednem, de én rossz oldalon ülök ugye még a Ducatóban, mert ugye az balkormányos volt, tehát kicsit ilyen kaotikus volt a dolog, és akkor így jövünk, megyünk ottan, követjük ezeket a sávelválasztókat, akkor már kicsit kiértünk a kikötőből, akkor ottan Doverben voltunk, és akkor megyek egyik körforgalom, másik körforgalom, és akkor azt tűnt föl egy ilyen 5 perc után, még a Verával is összenéztünk, megbeszéltük, hogy te figyelj, mintha már jártunk volna itt, de nem is egyszer, hanem már vagy harmadszorra vagyunk itt ennél a helyen. Mert aztán kiderült ugye, hogy ilyen valahol valamit esetleg nem jól csináltam, rossz irányba mentem, vagy rossz helyen jöttem ki körforgalomba, és ugye a navigáció mindig vissza akart vinni ugyanarra az útra valahogy. De én mondom, már végre kijöttünk a városba, nem akarok visszamenni már a városba, és szóval egy kicsit ilyen macerás volt ez a dolog. Szóval, aki esetleg kezdő sofőr, annak ilyen komolyan meg fog gyűlni itt a baja, hogyha megérkezik Angliába, esetleg egy balkormányos autóval, mert nekem is komoly kihívás volt. Szóval a lényeg, hogy így kezdünk kivergődni a városból, látom, hogy már kezd csitulni a forgalom, meg már nincsenek olyan sűrűnek az utcák, úgyhogy mondtam Berának, hogy jó, most már akkor félre kéne állnunk, és föl kéne hívnunk az angliai ügynökséget, hogy egyáltalán hova kell mennünk, mit kell csinálnunk, és akkor mi a helyzet. Úgyhogy félreálltam egy ilyen parkolónál, és felhívtuk az ügynökséget. Szerencsére ez is egy ilyen
nagyrészt kelet-európai munkatársakat alkalmazó ügynökség, tehát nem beszélnek olyan nagyon angolul úgymond, hanem ilyen tanult angolt beszélnek, azt sokkal könnyen megérteni egyébként számunkra. Lényeg, hogy beszélek egy emberrel, vagy egy hölgyel, nem is emlékszem rá, és mondja, hogy igen, tud róla, hogy mi érkezünk, hogy akkor mi hol vagyunk. Hát mondom, most vagyunk Doberban, most érkeztünk meg. Ó, azt mondja, jó, rendben, hát akkor majd holnap találkozunk. És mondom, nekem mi az, hogy holnap találkozunk? Hát itt vagyok Angliában, Doberban, hát akkor most mennék oda a szállásra, vagy hogy van. Hát, hogy az nem, azt mondja, mi nagyon messze vagyunk onnan. És először még nem is nagyon realizáltam én, hogy milyen messzi kell mennünk, vagy hova kell mennünk. Lehet, hogy még talán még a GPS-be se volt beütve, vagy hova kell mennünk, hanem csak úgy lejöttünk, hogy mondom, a kikötőbe menjünk ki, aztán majd beprogramozzuk a GPS-t. Vagy, szóval kicsit olyan kaotikus volt az egész dolog, meg ráadásul most nem is emlékszem erre tisztán. Lényeg az, hogy ők nem vártak minket, mert hogy mi nagyon később fogunk megérkezni. Utólag már tudom azért, mert ugye mi leszálltunk olyan 7 óra körül a kompról, és hát onnan Newcastle, hát ugye mi ráadásul ugye mi Stoke-on-Trentbe mentünk, de Newcastle-be volt a munka, ráadásul ugye Angliában két Newcastle van a Newcastle under Lyme, meg a Newcastle upon Tyne. És ugye a maga a Newcastle, amikor azt mondják, hogy Newcastle, akkor ugye az északi Newcastle-re gondolnak, ami upon Tyne, az nem a mi városunk volt. Ráadásul ugye Stoke-on-Trentbe kellett jönnünk. Szóval lényeg, mondja ott az ember, hogy valahol szálljunk meg, mert ő nem tud nekünk szállást adni, mert ráadásul ugye csak másnap reggelre várnak minket, tehát szombat reggelre, mert péntek este érkeztünk meg. Hát mondom, ez nagyon jó, hát mondom, most akkor szállást kell keresnünk. És akkor utána így realizáltuk, hogy tulajdonképpen Dovertől Stoke-on-Trent az ilyen jó 4,5 óra kocsikázás. Tehát azért nagyon messze van, hát mondom, akkor persze az ember ezért nem vár minket, mert ha most elindulnék azonnal oda, akkor is azért legalább lenne hajnali 1 óra, mire odaérek. És akkor így megértettem, vagy megértettük, hogy hát persze hajnali 1 óra, akkor nem fognak minket várni, meg a lakást átadni. Úgyhogy megbeszéltük, hogy nem baj, de legalább induljunk el abba az irányba, ahova menni kell, vagy érkeznünk kell majd szombaton, ugye, a következő nap. És elindultunk szépen északi irányba, az autópálya mentén. Ugye azt sem tudtam hirtelen, most itt meg fizetős lesz az autópálya, vagy nem lesz fizetős, vagy hogy van ez. De hát mondom, ki voltak lőve a fizetős autópályák a navigációba, csak nem visz rá, mondom, ilyen útra. Egy szóval döcögünk magunknak az angol autópályán, fölfele északnak. Ugye elkezdtünk közben valami szállást keresni, hogy mi legyen, merre legyen, hogy legyen. Ugye Birminghamről hallottunk már, mert ugye kétszer is lett volna ott munkalehetőség. Tehát tudtuk, hogy az ilyen nagyváros, és akkor belőttük, hogy jó, hát az egy ilyen két-három óra hossza, körülbelül innen, tehát akkor menjünk el Birminghamig, és akkor ott keresünk majd valami szállást. De mondja Vera azt, mondja, hogy ne kocsikázzunk inkább éjszaka, itt valahol Dover környékén inkább szálljunk meg gyorsan valahol, és akkor alszunk legalább kényelmesen, és akkor majd holnap újra indulunk. És mondom, de erre nem akarok én lefeküdni ilyen 8-9 óra magasságában, még itt vagyunk végre Angliában, haladjunk minél tovább. De mondta, hogy ő inkább már lefeküdne aludni, mert fáradt, legalább akkor kicsit körülnézzünk, lehet, hogy majd lesz a szálláson wifi, és akkor tudunk nézegetni dolgokat, és akkor hát így próbáltam mondani, hogy feküdjünk aludni. Hát mondom, jó, akkor nézzünk egy szállást. Akkor még nem nagyon ismertük itt a dolgokat, hogy működik, milyen szállást lehet foglalni, mi merre, hány méter. Találtunk az autópályától nem messze egy Travelodge nevű hotelt. Azóta már tudjuk, hogy ez egy hatalmas nagy szállodalánc Anglia szerte, inkább ilyen olcsóbb, egyszerű szállásokat kínál utazóknak, tehát egyszerű utazóknak, nem valamilyen chili-vili fancy szálloda. Bemegyünk, nézegetjük, ott egy nagyon kedves recepciós volt, ugye ott próbáltunk makogni neki angolul, hogy szeretnénk szállást, és közli, hogy
49 font lesz. És akkor ugye hát az európai agy mit csinál ilyenkor? Egyből el kell 4, 20, 2, 5, 4, 6, 16, 26, Jézus már, ez milyen sok, ez, hát ez nekünk nagyon drága, mert hát ez biztos találunk majd olcsóbbat, hát ez nagyon sok pénz, ennyit most kiadni, nem is nagyon van már tartalékpénzünk, és akkor hát ez nem, ez jó, köszönjük, ez nagyon drága. Nem baj, akkor megyünk majd máshova. És akkor ugye így próbáltunk logikusan gondolkozni, valószínűleg mivel autópályától nem messze van, ezért valószínűleg drága szálloda, majd mi találunk olcsóbbat valami kicsit eldugottabb helyen. Megyünk, hát csak nem találtunk semmit. Meg ráadásul ugye, amit megtanultam azóta, de akkor ez megint csak egy új dolog volt, hogy a service állomásokat, ugye a service station-öket, mi nem így kerestük, mint service station, vagy mint service állomás, hanem így kerestük, mint petrol station, gas station, meg hasonló ilyen elnevezéseket próbáltunk ugye a Google-ben, meg a navigációban beütni, hogy valami olyan motelt, vagy hotelt találjunk, mint amit találtunk ugye mondjuk Németországban, az autópálya mellett. Azóta persze megtanultam, hogyha valamilyen benzinkút, meg kávézó, meg ilyen olcsó, tehát autópálya melletti szállás kell, akkor ugye azt kell beírnom, hogy service station, tehát service állomás, azok jelentik ezeket az autópálya melletti nagy parkolókat, meg benzinkutakat. Szóval megyünk, egyszerűen nem találunk semmit, majd láttuk a térképen, vagy a GPS-en, mert lassan megérkezünk Birminghambe, jó, akkor majd ez itt jó lesz, keresünk valami hotelt. Hát én nem tudom, hogy hány óra hosszát, de 2-3-at biztos, hogy el szerencsétlenkedtünk ott, mire találtunk valamit. Ugye, amikor láttam egy ilyen motelnak, vagy hotelnak látszó dolgot, vagy ki volt írva, hogy szállás, akkor ott ugye megálltunk, akkor én gyorsan bementem, megkérdeztem, hogy van-e szobájuk, ha nincs szobájuk, akkor ha volt szobájuk, akkor az drága volt esetleg, még drágább volt, mint a 49 font. Akkor mentünk tovább, akkor megint szállodát keresni, akkor néztünk ugye a térképen valamit, mondjuk a Google-in, akkor oda elmentünk gyorsan, akkor megnéztünk, akkor azt nem volt kiadó szobájuk, szóval mindig volt valami nyűgés, egyszerűen vagy drága volt, vagy nem volt szoba. És akkor így megyünk, már nagyon a hócipőm tele volt az egésszel, mert tényleg már ilyen éjfél egy, vagy már talán 2 óra volt, ugye, előző éjszaka is ugye nagyon későn feküdtünk rá ugye Németországban, már megint most is éjfél elmúlt, és már nagyon elegem volt az egészből, már nem találtunk semmit, már Vera is nyűgösködött. És így próbáltuk, ja, még hogy a sztorihoz hozzátartozik az, hogy ugye nekünk magyar kártyánk volt mobil internettel, de ugye meghatározott kerettel. Nem volt az, hogy korlátlan, és akkor használjuk, ameddig akarjuk, hanem egy korlátozott internetünk volt. És akkor mi legyen? Hát akkor menjünk valami McDonald'shoz, mert általában ingyenes a wifi. Hú, tök fasza, jó, szaladjunk el. És akkor elmentünk Birminghambe egy McDonald'shoz. Igen ám, a McDonald'snál van ingyenes wifi, hogyha veszel bent valamit, megkapod a blokkot, és a blokkon lévő kóddal tudsz ugye belépni a wifi-re. Hát igen ám, csak mi úgy érkeztünk pont, hogy a zárórára érkeztünk pont a Mekihez, ugye ennek a Mekinek nem volt ilyen autós részlege, tehát csak beülős részlege volt, és az orrunk előtt bezárta a kedves dolgozó az ajtót, és mondjuk, hogy csak egy percre mennénk be, hogy a wifi kód, és csak wifi kéne, és mondta, nem, ők most bezártak, ők már nem tudnak semmit csinálni, nem tud semmit kiadni, semmi wifi kód, meg ilyesmi, úgyhogy nem, menjünk innen, tök fasza, hát mondom, tök jó. Úgyhogy ott álltunk a McDonald's parkolóba, McDonald's mellett, próbáltam rácsatlakozni a wifi-re, de hát értelemszerűen kérte a kódot. Hát ez nem volt egy egyszerű történet, úgyhogy így mobilnetet használva, hogy próbáltunk gyorsan nézni valamit, de hát nem nagyon sikerült, úgyhogy mondtam Verának, mondom, akkor marad az egyszerű módszer, megyünk szépen az úton, ha lassacskán döcögünk, és amikor látunk valamit, akkor majd megállunk. És akkor megyünk, ott nyitott szemmel, tehát ugye este volt, sötét volt. Ja, és a legnagyobb vicc az egészben, hogy az időjárás. Ugye azt mondták nekünk, amikor jöttünk Angliába, meg ugye kicsit utána érdeklődtünk itt a dolgoknak, azt mondták, hogy itt Angliában soha nem esik a hó, itt ez teljesen abszolút szokatlan, hogy esni a hó, itt nem esik. Eső szokott esni, meg hűvös van, de a télen szokott esni a hó, ugye november végén voltunk. És egyszer csak elkezd esni a hó.
És így állunk ott a Verába, nem is lehet, hogy éppen mentünk, és így nézzük egymást a Verával, hát mondom, ilyen nincs. Hát azt mondták, nem szokott esni a hó, erre most leesik a hó. Hát mondjuk, jó, mondjuk normális gumi van a Ducaton, tehát nem az a probléma. Tehát azt mondják, hogy nem esik a hó, erre most esik a hó. És így elkezdett, de tényleg úgy szakadni a hóesés. Na mondom, de jó. És akkor ugye a hóesésben ott este sötétben éjjel nézegetni, hogy hol van valami motel kiírva, és akkor tényleg ilyen kicsit ilyen horrorfilm jellegű dolog volt már, hogy a házak között láttunk ilyen enyhén villódzó reklámtáblát, hogy valami olcsó hotel vagy olcsó motel. Na mondom, jó, akkor ezt megkérdezem, mennyibe kerül. Bemegyünk. Van-e szoba? Igen, van szoba. Hú, halleluja, tök jó, mondom, hol tudunk leparkolni a kocsival már, mert mondom, most már nagyon álmos vagyok. Hát azt, hogy itt nyugodtan meg tudok állni a járdán a ház előtt, senki nem fog hozzányúlni. Mondom, jó, rendben. Mennyibe kerül? 39 font. Na hát, mondom, ez remek. Mondom, hát 10 fontos spóroltunk, nem baj, 10 fontos spóroltunk, mert ez megéri. Megkaptuk a szobakulcsot, fölmegyünk, hát kiderült, hogy ez egy közepesen lepukkant hostel tulajdonképpen. Tehát volt egy szobánk, egy nagyon picike szoba volt, ilyen nyikorgó ajtóval, ilyen nagyon-nagyon ódon régi angol ilyen sorház volt tulajdonképpen, abból lett kialakítva ez a hostel. A folyosó végén, tehát egy ilyen nagyon rövidke folyosó végén volt, vagy ilyen kilépő végén volt a fürdőszoba, meg a WC, de ugye ez közös volt a másik szobával, és így mondom, hát ez nem volt valami nagyon jó választás, de hát mondom, nekem elegem volt, csak tudjunk lefeküdni, aludni. Reggel fölkelünk, ja, benne volt a reggeli az árba, tehát ennyi előnye volt a dolognak, de hát most ugye ki tudja, hogy milyen reggelit fogunk kapni. Hát így elnézve ezt a hostelt, mondom, nem, biztos nem lesz valami fullos, svédasztalos reggeli. Úgyhogy így nagy nehezen lefeküdtünk aludni, nem is fürödtünk, mert benéztünk a fürdőszobába, ugye így valamilyen szinten fogat mostunk, meg a WC-s ott volt ugye, de hát egyáltalán nem volt bizalomgerjesztő ez a fürdőszoba, úgyhogy inkább a fürdést kihagytuk aznap estére a tusolást. Úgyhogy lefeküdtünk aludni, de hát a szoba is ilyen nagyon szűk volt, volt egy picike kis gardrób szekrény, nem akartunk ugye kipakolni a ruhát. Az ágy is ez a tipikus angol ágy volt, az angolok ilyen 50 centis ilyen rugós matracon alszanak, amire ráfekszel, és aki 3 percig rugózó rajta. Ők ezt szeretik, de egyébként alapvetően nekünk, aki máshoz van szokva ugye a kemény ágyakhoz, az nagyon szokatlan ez, nagyon furcsa. Ráadásul ugye, hogyha az ember egy picit nem a saját szélére fekszik, hanem mondjuk kicsit középre, akkor ugye lesz egy ilyen vájú vagy teknő a matracon, akkor ugye összegurulunk középen a Verával, tehát ilyen nagyon kaotikus volt az egész dolog, a bútorok is nagyon ódon jellegűek voltak, és hát ugye nem volt sokkal olcsóbb 10 font. Most már utólag tudom, hogy a Travelodge-hez képest egy Hilton, mert én azóta rengetegszer voltam Travelodge-ban, Verával közösen, meg amikor esetleg dolgozok és meg kell szállnom akkor is. Tehát az egy tiszta kultúrát, van általában vízforraló, zuhanyzott, egy tök jó hely a Travelodge-hez képest, de annak nem tudtuk, és 10 fontos spóroltunk mindössze, tehát nem érte meg. Jó, ez volt a tanuló pénz, megtanultuk. Szóval alszunk ott, nagy ezzel lefeküdtünk aludni, ott próbálunk aludni. A utcaza is ugye behallatszott, mert egy ilyen közepesebb forgalmú út mellett volt ez a hostelszerűség. Alszunk, és akkor én arra keltem reggel, hogy a Vera kelteget, hogy keljek, mert lassan indulnunk kell, és ő már föl is hozta a reggelit, ami járt. Hát ugye benne volt ez a full English breakfast, ugye ez a black pudding, ez valami fekete ilyen kolbászszerűség, meg paradicsomos bab, meg ilyen furcsa, nekünk európai ízlésnek nagyon furcsa dolgok, de volt benne főtt gomba, meg tükörtojás, meg kaptunk hozzá pirítost, úgyhogy azt a részét én megettem, a többit ott hagytam. Vera is megkaját, kaptunk hozzá teljes kávét, azt megittuk, úgyhogy összezenőzködtük, lementünk, és folytattuk az utunkat tovább Stoke-on Trentbe. Ugye annyira nekünk így először egy Newcastle volt bennünk, mert a Newcastle-be fogunk dolgozni, de szállásunk meg az Stoke-on Trentbe van. De hát ugye mondta nekünk, nem probléma, mert ugye lesz majd kocsi, tehát nekünk a mobilitása nem gond. Hát ugye azt is megtudtuk azóta, hogy emberek hogy járnak dolgozni, ha nincsen autójuk. Szóval lényeg, hogy irány Stoke-on Trent, még ilyen 1-1,5 óra volt hátra, úgyhogy szerencsére a hó az teljesen elolvadt másnap reggelre, úgyhogy itt a
a nincs hó, azt úgy értik, hogy lehet, hogy leesik a hó, de mivel olyan meleg van, meg esetleg utána elkezd kicsit esni az eső, hogy azon eltűnik a hó záros határidőn belül. Tehát másnap reggelre nyoma se volt a hóesés, a hónak, a leesett hónak. Úgyhogy irány Stoke-on Trent, majd megérkeztünk végre az ügynökségnek az irodájához. Hogy mi történt utána velünk, az majd a következő részben fog kiderülni. Remélem ez a videó is tetszett. Lehet, hogy kicsit ilyen nyúlósabb, elbeszélősebbek a sztorik mostanában. Ha bármi megjegyzés vagy hozzáfűzni való, nyugodtan lent a komment szekcióba írjátok meg. Válaszolni fogok, vagy reagálni fogok rá mindenféleképpen. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, légy szíves, az nagyon sokat jelent nekem a visszajelzés szempontjából, illetve ha nem vagy feliratkozva, akkor nyomd meg a feliratkozás gombot, illetve a harangi korocskát, hogy minden értesítést megkapj. A következő részben remélem találkozunk, addig is sziasztok!